Üdvözlünk mindenkit! Sziasztok, ez itt egy újabb Forest Barátok közt rész, akik itt vannak velem, Izzy, Ábel, és végre itt van velünk Bence is ismét, sziasztok! Halli! Halliho! Na, Bence az még a repülőgépnél van, ugye mivel nem volt velünk itt az előző részben, ezért neki ugye nincsen mentése, de mindjárt jön egyébként, nem hiszem, hogy megint pont beesteledett. Szóval ebben a részben gyerekek, folytatjuk a házat, ugye ilyen kis kerítést csinálunk ide, hullákat égetünk tűzön, melegszünk mellette, sütünk rajtuk szalonnál, tehát egy romantikus rész lesz. Meg ugye gyűjtögetünk húsban, látjátok, én is már kezdek éjjelselni, amikor van nem csak be is dobok egyet. És megsütjük. Ja. Mert főleg ízik. Úgyhogy tényleg most ezt a házat folytatjuk, aztán majd amit mondott Ábel, igen, írta valaki, hogy az hú, mekkora jó ötlet lenne, hogy külön házak mindenkinek, és akkor hogy mondják, ezt ilyen összekötnénk a levegőbe ilyen rönkökkel, tudjátok, és akkor igen, ott tudnánk igen közlekedni. Na most meglátjuk ezt majd, ez még a jövő zenéje, tehát jó, addig még rengeteg, azt is víz lefolyik a Dunán. Melyiket? Mit? Kivágtad a bokrokat, csezd meg! Ehető bokrokat vágták ki nekem. Dehogy is. Nem, az nem volt. De az ehető volt, most sötét néztem van, meg. Gyerekek. No, nem, nem is volt ott kajás bokor. Oh, én csak ezeket azért a sima kis szarokat csapkodom. De miért csapkodott ki, basszus? Hát mert jön belőle a kiság, ami nekem kell. Így bizony, de... Oh, ezt ki ne vágd, ahol állok. Ó, lol. Hol? Megsült. Igen. Nem áll. Lol, de hallod, még... nálam nincs is kaja bokor, vágod? De egyébként van egy kis túlt, meg lehet fürdeni, mert tiszta véres vagyok, így. Nice. Milyen gyorsan ütök. Ó, hol vagy, Mence? Be fogom keríteni, ami nekem kell, basszus. Mozuhantam le. Na, ó. Ja, látunk, jó van. Na, és kacok, még annyit hagyd mondjak el, hogy a múltkori Division-ös videónál mélet letiltva a kommentelés. Na most kacok, az a helyzet, hogy rengetegen írtátok, és tudom, hogy biztos sokan voltatok, akik tényleg jó indulatból írtátok, hogy hát azért van a vízhang, mert ugye az épületnek, meg stb. Stb. De volt pár ember, aki úgy írta nekem, minthogyha abszolút hülye lennék, és nem tudnám, hogy persze van vízhang, hogyha épületek között lövünk, és akkor le is írt, hogy üdv a valóságban, tehát teljesen hülyének nézett. Na most én ezt megelégeltem, skacok, és ezért lett letétve a kommentelés, tehát most tényleg skacok, tehát ennyire azért tényleg nem kell hülyének nézni. Tudom, hogy az épületek között más, tudom, de aki játszott a játék, az tudja, hogy az a hang, ami ott visszhangzik meg, stb. Az nem normális, tehát benne az épületbe, kint az épületeknél, kisarokban, mindig ugyanolyan. Itt van, ezt. Ja, úgyhogy skacok, én tudom, hogy rengetegen azért írtátok, hogy segítsetek, de tényleg... Opa! Meghaltam! Tehát most ezt nem szedjetek tudnám. Szedjetek föl! Valaki rám ütött. Megmurdelt. Úgyhogy, akik meg úgy írták, hogy direkt hülyének akartak beállítani, nekik meg azt üzenném, hogy ha most itt egy verseny lenne, hogy melyikünk az okosabb, akkor lehet, hogy azok az emberek csöndben maradnának, mert mondjuk ők jönnének ki vesztesen, de mindegy, ez nem szabad kérkedni. Opa, megütött csukacok. Gyerekek, ha értelmesen válaszoltok, értelmesen beszéltek Kár hozzánk, egy... akkor mi is. Jó, hát de ha meg van egy hülye, akkor egy ne vegyétek kettő... magatokra, nem azért. Hát este megdugjuk. Mi? Jaj, mint a húzat. De hát nem tudom felvenni. Hol a tűz? Jó, hát tényleg skacok, tényleg azért lett itt, ha már kicsit elegem lett. Ezt meggyújtod itt létszik? És na, rádabó. Szóval tényleg... üzenném nekik, hogy tényleg, hogyha lenne egy ilyen verseny, azért nem biztos, hogy ők jönnének így győztesen. Igen, bitch. De most ezt miután elmondtam, égetjük a hullákat, én meg pihenek egy kicsit. Halljátok, kéne víz, honnan lehet szedni vizet? Azt nem raktam le cuccost. Ja, igen, de üres. Nem. Ja, még üres? Van itt egy kis tó. Van, nézd csak Tomó, itt a serpenyő. Itt, ahol állok. Honnan serpenyő? Meg kell menni a vízhez. Na, megnézitek a lakásomat végre? Lol, itt is belevetette magát, tényleg. Várja. Izzi, hogy kell a serpenyőből vizet? Csak oda mész tóhoz, és ebbe belemeríted. Hú, mennyi alól van. De azt a ez üres, megélhető. Üres, Izzi. Na, srácok. Valamelyik gombbal meg lehet tölteni azt. Mit sinálj? Ja, megvan, CCC, ah, jó, okay. Akartam folytatni. Na nézd, csak, itt van, csak csont van belőle. Hát nem tudom, skocok, hogy ebben most van-e víz. Elvileg nem mutatja a textúra, hogy van-e benne, azt ki tudja, lehet, hogy mégis van benne. Szébetű. Bence, te meg tudod tervezni itt a lépcső folytatásának kér? Én egyszerűen nem bírtam. Olyaj, izi. Jönnek. Én bábolom a bokot, betámadnak. Na jó, húzzuk őket, azt izé, szedjétek ki őket. Hát jó. De miért most bedurvultam, köcsögök.
Gyere, ugye a Discord. Gyere, gyere, gyere. Gyújtsd már meg! Ennyi? Gyújtsd már meg! Nice and easy. A büdös fajtáltat. Jó, bevérzett a szemem. Hú, potyognak a fogai! Protkó lesz belőle. Ne! Protkó lesz. Várjuk, itt valamit nem értek. Előbb raktam rá a vizet, azt eltűnt. Nem, már ez meg elaludt. Miért alszik el ilyen gyorsan ez a vaca? De hogy megvan, megvan, gyere, nem gyere. Nem E betűvel kéne, hogy meggyújtsa? Nem, ellen, hosszan nyomod az át. Aha. Hogy fut? Hogy fut? Gyertek! Gyertek is majom. Vigyázz! Hú, ez leüt, leüt. Hú, üzé vagyok. Meggyújtottam. Kettőt kell neki adni most már. Halljátok, izé vagyok, fekete férjén, akkor mit kell csinálni? Gyógyszer. Ő nincs. Oh. Akkor kajálj, jó sokat. Kaja akkor. Jaj, már töltődik, jó. De hogy hívják? Csüssek neked nyulat? Jaj. Kéne csinálni valamit. Na várj, az a baj, most tényleg rajta hullák, most nem tudok sütni, mert... Jó, ugye az itt megrongálódott? Az anyád. Ja, van egy gyék is. Pusztuljátok. Na, az mellé ment. Na, skacok, akkor ezt egy kis kerítést itt a lépcsőn, azt már meg kéne csinálni, hogy asztalod, hogy ég a hulláktól a tűz. Jézusom. Nagyon brutál. Meg kell mutatni nekik, hogy ez ki van az mindenkire. Várj, és közben lehetett a sütni ízét is. Tényleg lehetett a sütni közben a gyíkot. Csak nem, hogy rosszat tegyél meg. Ne, de, ja tényleg, hát csak nem. Na, rakjuk nem, le akkor egy csontgyűjtőt. Nem, mert akkor nem lesz ott annak az ember. És ezzel, hanem... ezzel mit akartatok itt? Hát nem tudom. Nem tudom, hogy kéne foltatni. Az, azt izi akarta, mennyi csont gyerekek. Hogy arra is lehessen építkezni, de nem enged. De nem lehet. Vagy rárakni a rekket, tudod? Szét is verhetjük akár, ha gondoljátok. De né, találjunk ki valamit inkább rá. Szétverjük? Ne, akarjátom. Hát ja, mondjuk tényleg most nincsen gyógyszerem. Izi ide, körbeveszik kerítését, de felzárjuk, és akkor ő itt lesz itt a... Jaj, nem. Hoppá, gyerekek, van egy bombám. Én is ettől tartok, Tomó. Tudtam csinálni egy bombát. Ja, és akkor itt a ház alá, akkor be lehetne akkor, és akkor... Ja, igen. Na. Gyerekek, ez a csontgyűjtő, ennyi? Ú, hát alig töltődik. Mi ez? Ez a csontgyűjtő. Hoppá, jó, én mosózok innen. Én már gyújtom. Itt jön a... Jó, de pofán kentem a nekifutásban. Az a baj, hogy nekem nincs HP-m, azt leüt. Lement a hátba. És átdobjuk a tűzre. Meplő. Gyere, gyere tesó. Azt a mennyi csont van itt. Szedjétek a csontokat? Azt nem bírom felszedni az összeset. Ez hát nem tudom, ez kell ide, skacok? Ez az kis terasz, vagy nem tudom. A kis ág a csontgyűjtőt fejezze be valaki? Hát befejezném, csak nincs miből. Itt van egy csomó ilyen bokor. Jövök. Várjál, vágok én is. Jó, hát alig volt nem két darab stick. Itt van egy csomó, ja tényleg a csontgyűjtő. Mert ott van egy csomó csont a tűz alatt, aztán. Hát itt van ilyen kis kis bokor, ez ki lehet. Hoppá, jön el belém. Már csak négy darab kell. Azon. Csomó alövel van itt a könyvén. És akkor most C betű. Mennyi csont belefér, gyerekek? Akkor vászom. Rengeteg. Igen. Hozzátok el őket. LOL! De most a csontból mit lehet akkor? Kerítést. Aha. Hát jó, ja igen, skacok, rengeteget olyan változott a játék, mondjuk ezt már mondtuk az előző részben. És ez most itt mi lesz? Itt lesz egy ilyen teraszom? Én nem tudom, hogy ez kell ide, vagy nem. Nem, hát... Ha nem kell, akkor vidd onnan. Szerintem nem tudom, minek tudod. Jó. Mi a? Kéne egy 20 szárító, nem? Igen, a reggelt rögött a csaj alatt, hát akkor... Szóval nyilván jól itt. Nem tudom. Itt van. Itt van-e? Hú, engem megöt, itt én halott vagyok. Ehun van. Na megint megütött. De hallottál? Ó, mennyi fog. Hangja volt. Ahun. Végen van. Lőtt is van serpenyő. Ezt is. Ez az én munkám, hogy én megyek sütni az embereket. Hát, van. Végül is gyűjtsük őzét. Csontgyűjtő gyerekek, ez jó? Akkor gyerekek, kéne lerakni ilyen gyógyszertárolót. Én nem tudom normálisan megtervezni, hát kéne, a kordátot te meg tudod tervezni? Ha? Nem ért van ilyen gyerekek, hogy kéne fát fájni, csak ilyen 0 HP-ban nem akarom. Hát oké, csak gondoltam, hogy itt a végéig le kéne, nem vagy? Vagy legalább ide a másik felére. Nem tudtam egyszerre megcsinálni, nem engedte elhúzni. Itt van pénz. Ez víz. Ami most áll. Ezt nem látom. Hú, skacok, tele vagyunk hullákkal itt még ezért környéken, ezeket hát így elkövégetni. Hol van? Mert hogy most ide föntre akartok építkezni, vagy lentre? Azért gondoltam a terasz, mert akkor mehetne 20 szárítani, ilyen.
Jó, végül vagy is. Pedig, vagy csak egyből húzzuk körbe kerítéssel ezt az egészet. Ezt. Hát arra gondoltunk, hogy kéne. Szerintem húzzuk körbe kerítéssel, aztán majd... Jó. Úcskacok, mennyi csont van itt. Nekem meg nincs HP-n, meg tudod, mert... Jövök melegedni a hullákhoz. Azért, hogyha csináltok gyógyszertartót, vagy valami... Jó. Mi a? Megint. Nem, megint itt kuncog. Kuncog? Nem! De nem, nem bírtam meggyújtani. Ne, skacok engem, meg hogy végem van. Fekete-fehér vagyok, megint. Meghaltam. Bassz, én is vagyok. Ló, rájött a csaj. Nagyon sokan vannak. Azért lehetne egy gyors gomb erre. Viszont szerintem lenerfelték ezt a rongyos botot, basszus. Nem, ne, itt izészen, de te annyira OP-k megint ezek a benszerettek. Nem, az kétszer ráütök és elalszik. Tehát eddig meg valami 5-6-ot rá tudtam verni. OP-k a benszerettek, gyerekek. Csinálj már egy másik tüzet, ahol kaját csinálunk, mert... Igen. Ez itt a hullagyűjtés, mi? Ez a hullahegyek itt. De várj, ó, lol! Várj, még így. Ez az. Mikor jöttök megnézni az én házamat is, na? Hol legyen a másik tűz? Jaj. Itt! Tűz, te csináltál házat? Nem kellett, ott úszik a vizen. Úgy hívják hajóz. Ezért hajó. Hajó, ha nem jó. Jövök. Tényleg csinálunk még is van, hoppá. Itt van. Ha? Én dobok is egy nyulat, mert éhezem. Én is. Nyulat. Bedobsz egy nyulat? Én be. Bedobok egy nyulat. Dobjál be egy nyulat. Hopp, ez gyík lett. Maradhat. De ez a hülyeség... Na, ja. Nézd már, tényleg ki lehet szedni. Micsoda? Ja igen, ezt is mondta Laki. Micsoda? A röngöket. A, ugye a kivágott. Ja igen, ezt én is néztem. Ah, várj, vigyázz, vigyázz. Igen, és akkor mit csinálsz? Oszta! Ez mi volt? Gyerekek, megnőtt a röngke, hogy ez mi volt? Oszta rott kégek. Hallod, azt láttátok, hogy izi, hogy egyre nagyobb lett. És mi lesz a röngből amúgy? Nálam izi, nálam ábra semmit vágja. Pedig itt van egy... Meg izi is. Izi is. Várjál! Megnézzük, hogy nagyobb lesz-e. Gyerekek. Gyerek. Gyerekik. Hát ja, én a röngköt ütöm, de nem akarsz szétmenni. Most nekem se. Igen, mert nálam semmit ütitek. Akkor hol van? Hol van neked? Várj, mindjárt. Ne várj, mi ez a nagy rönk itt? Az a baj, tényleg itt nincs benne, szóval tényleg kéne gondoskodni húsról, meg mindenről. Hát kerítsük körbe ezt a cuccot, azt kész. Egyetértek. Tényleg, azt mondja. Egy rakás fa, itt vagyunk az erdő közepén. Meg kellünk vágni, van dinamitunk. Favágás, mosomaci? Nem, Izzi. Hol van? Valahol van mosomaci, tudom. Jössz te is. Mosomaci, mosomaci, na. Utálok párt meg, nem lehetne dinamittal? Tomo. Van nálam dinamit, meg van nálam robbanószer is. Nálam is. Jó, csak figyelj, akkor tervezd meg, Bence. Jó, csak megy. Hé, pár ilyen szállítót előbb csináljunk már. Nem tudom. Hát, skacok, hát azért ott is lehet, fej. Hogy, ha nem elég nagy, akkor majd később kibővítjük, az kész. Hozzá hát, csinálunk egy átjárót. Hát figyelj, Bence, nézd ide, szerintem, hogyha ide beállok, tehát a tűz az még legyen benne, nézd meg, Bence. Jó. Itt, figyelj, innentől, kb. Ilyen hát, hát... Lehet az, figyelj, mert most akkor nem. Teszünk majd még házakat, és akkor mindenkinek lesz tényleg sárga. Hát, de... Okay. De hát az túl nagy kell. Bármilyen az lehetne. Jó. Mondjuk négyen hamar megépítünk bármilyen. Lol, itt van hát, ilyen szivárványos cucc, és meg lehet fordítani gyerekek ezt a izét, holdert. Meg ez a víz is benne kéne, hogy legyen egy kicsi darabja, talán. Hát. Az a mi szivárványos cucc az az, ja, az hogy... a színe a izének ott. Lol, az mi? Ez az, hogy ja. Ne veszítsük el. Nem tudjuk, ez nagyon jó újítás szerintem. Igyek. És akkor azt mindenkinek hittem, lesz egy saját színe, mi? Na jó, skatokkal, hát, mondd én, amit azt robbantunk. Ez nem sokra volt elég. Várjál, miatt még bármit előbb, legalább ilyen három darab. Éj, valaki elhagyott egy gyíkfejet. Elég ijesztően néz ki. Én. Ja, azt én dobáltam. Hoppá. Várjatok, az a baj itt a tónál nem jó, belesük például. Meg elvileg már nem is tudom hány lográf ér erre a szállítóra, vagy 11, azt hiszem. Mi? Tényleg? Nem biztos, de... Azért akarok ki legalább kettőt, úgyhogy rakjátok a tüzen, össze, ahogyha tudjátok. Tessék! A nyulad ott a tüzen, edd meg. Jaj, ja, tudom, csak szedegetem közben ja, most lehet tenni, most. Nehogy eltűnjük. Szi? Á, zsírkötő. Ezek én is, csak ott töltödjön az életem. Csak csinálom közben a holdert én is. Azaz. Zsír. Lol, most nézem gyerekek, hogy ott... Nem áll gyerekek, itt egy izé...
Hallod, itt van fölötte egy, mi az, lila ilyen zászló. Igen. Lol. Ah, de jó. Hát én kiégek, hogy lehet tudni, hogy hol van. Teszek rá valamiért, jó? Nem rossz, nem rossz. Gyerekek, szedjük már össze a csontokat. Ja, tényleg. Lehet, hogy egy nem lesz elég, ugye tudjátok, egy ilyen csonttartó. Hát akkor csinálunk még. Úgyis csak el kell hozzá. Na, gyerekek, ez így jó lesz, szerintem ez jó. Ez így jó lesz. Jó, hát ez a baj, már jönnek, úgyhogy nyomorra meg kell építeni. Ú, megint kétszer, megint megnyomta rá izét. Igen, véletlen a kut, a pohozok. És ott a kun van az egyik bány. Amit sokat nyomkodok. Nem baj, előfordul. Előferdül. Hát elég jó. Na jó, gyerekek, akkor... Kéne húsi is, ami... Hát ott van nekem húsim. Van húsid? Átnézi, mert úgyis már most lelépett, szerintem menjen vadászni. Akkor nem. Ne, hogy is van. Nem, mindenki építi, most nem vágok fel. Most nem lesz hasonló cikk. Csak gondoltam, csak az a baj, hogyha... Összedobok még egy ilyet. Az a baj egyébként, hogyha... Mindenki épít, tényleg ilyen fogunk halni. Megint. Kábbam, megnyomtam. Na, gyerekek... Ne bánbolygass rá te itt. Hol van három fa egymás mellett, azt keresem. Az a baj, itt is csak kettő van nagyon közel. Bence, itt nincs nálad? Itt van. És kacok, de akkor gyertek vinni a fát. Oké, dobtam. Gyertek. Várja, merre dobtad? És mindjárt szállsz. Ló, hát ebből csak kettő. Ne, halljátok egyeset ki. Most ezt vagy lenőrfölték, vagy nem tudom. Ó, nem jaj. Látták, mit csinálunk. Várja, merre vagy Tomó? Én nem látlak. Én már ebből akár eljönni ezeket a szarokkal. Várjál, hova dobjam? Ledobtam és egy fa esett ki. Hát egy fa, hát ez semmi. Hát figyelj, kettő közé dobd, ami nagyon közel van. Hát de basszus, hát kiégek. Dobhatok én is egyet? Dobjatok, csak olyan, oda mondom, ahol két fa tök közel van, de előbb dobtam és nem. Vigyázz Ábel! Vigyázz Izzi! Ne! Dobtam egyet! Hova? Mi a? Na hallod, nézd meg mennyi. Na ez jó. Jó, erre dobtam. Ábel, akkor vigyázz, mert én is dobtam egyet. Futi! Igen. Hova? Ne várj, és ne... Hát, az beégett a izé kanóc. Hát azt veszem észre. Dobjak még egyet? Ne, figyelj, egy döglött állat. Beégett. Begyújtottam még egyet. Futi! Igen, pár nagyon véres. Az ott jó lesz megint. Figyelj. Ja, oda! Aha. Jó, én meggyújtottam még egyet. Vigyázzat! De mi? Te. Én is gyújtok még. Lol, nekem most egyszer este esett ki ízéjétől. De egy fa. De, ott dől! Puff! Na vigyük! Most dölt el. Na azért mindjárt jobban megy a munka így négyen. Meg közben, ha állatkákat látok, akkor... Kell a husi. Miket? Kell a husi. Lol, itt van a levegőben izé. Gyík. Ah, hagyj maradjon ott. De hát hozzátok a slegeket. Jó, ez holló volt, hallottátok itt izé? Itt laggolt a holló, hallottátok? Itt kár? Jó, azt látom az összeset. Na jó, jó, akkor nekem én még van. Közben tovább. Nekem még van, nekem még van. Megvágok itt. Hol vannak ezt legyen? Nekem még van. Itt van. Hey, de... Ott vannak a... Mire vásztam föl? Srácok. Hozzatok még izét. Úgy, így gyerekek, itt nagyon sok van, Ábel, levágj, hallod, vigyük. Előbb vigyük el, hagyjad a vágást. Hát de... Az a baj, hogy vinni gyors, viszont ha ránk sötétedik, akkor meg nem tudom hát majd akkor izi vágja akkor, hogyha... De miért mindig én? Ha ránk sötétedik, hát már ő szereti a... Most, ha hárman hordjátok, az elég gyors, én meg addig vágok annyira, hogy sötétedik vagyunk. Ezt nagyon gyorsan el lehet hordani. De hol a másik szülem? Hey. Ő jelölt be az izével, tudod? Mint én, a R-betűvel. Van egy sárga, meg egy ida. Ennél nincsen szín, de ma mindjárt csinálok. Lesz egy... Nálam az már volt piros szín. Lesz egy piros. Nekem az zöld volt. Az egyik lila volt, a másik meg sárga. De jó ez így ez a fal egyébként? Persze, teljesen jó. Teljesen jó. Úgyhogy, annyira jó lesz, hogy megint lesz egy ilyen nagy birodalmunk. Ja. Aztán bent már legalább nem zaklatnak, mert... Lehet majd melegedni. Jaj, hát mi szó szerint. Lámit a tűz körül. Bence, föl a fa. Valahoda jönnek. Hol? Nem tudom, azt nézem innen fentről, de nem hallod? Hallom őket. Jó, hát még csak most dolgozták fel az információt, hogy vágják az erdőt. Robbantják. Szerintem összeszarták magukat a robbanásra. Jön a fa! Hát de nem azért, de szerintem egy ilyen benszülött, azt se tudja, hogy mi ez, azt szerintem tényleg összeszarná magát.
Lol, rászállt egy madár a kezemre. De. Ja, mi? Az a legjobb, amikor de. Vágod a fát, de tudod, az mi van, ebben nem dolgozol elég gyorsan, szóval szapora, szapora. Magyar elvben vágom a fákat. Igazi hód vagyok. Ugye milyen jó fát vágni, nem Ába? Ja, el vagyok vele. Pusztítom a természetet. Hát ez nem pusztítás, favágás. Hát. Egyébként most mindenki alapkarakterrel van nálam. Mi visszatértünk el, hogy nincsenek már azok a jó kis bolti eladók. Ó, jönnek, hallom. Jönnek, itt van valahol. Én is hallom. Itt látom őket, Ketten, kettő, három, hány hármat látok. Hajtót csináltál amúgy, Gepa? Igen. Puskatok, vagy most, aki körbe kerítesz minket, az kérdezik. Nem, lesz hajtó. Jó, akkor úgy vagyok. Oké, gyertek, csak az a baj, engem megütnek, akkor végem van. Ha ott jönnek, ott egy, húnak látszik a izéje. Pöpöse. Hoppá, ajaj, ez engem akar. Kezdélyes lenni a karim, gyerekek. Ábel, ez az. Ú, szedjétek, az az. Estére beviszi. Szendvics. Gyertek, valaki ezt más. Jövök. Majd én tauntolom. Tankold. Várjátok, tankolom. Hé, gyerekek, ez most menekül előlünk? Elfutott. Fölgyulladt. Jóska pista. Hát kénytelen volt fölgyulladni, mert megadtam neki a kezdőgyújtást. Buzogány! Na, skacok, itt még van hátulfagy? Bottal foglak agyon verni, köcsög! Halljátok? Na, nem dobtak ki a buzogány. Ó, beleütöttem a spénzle! Hátul még vannak fák, gyertek csak! Á, ez most kavics. Jó. Hátul még van egy csomó, itt, ez az, gyertek ide! Ez az. Van itt még. Adjál! Buzogány! Ja, az, amivel lehet védekezni? Ja, az a koponya. Itt van még egy. Jó, mindjárt megyek. Hát vegyétek fel, aztán már nekem jó lesz ilyen. Itt van mögöttem. Valaki nagyon röhög. Hé, eltűnt a tábortűz. De olyan hülye hangjuk van, ahogy. Melyik? Jó, ebben vannak. Nyújts már meg, te szerencsétlen! Nem tudja meggyújtani, viszont, miért? Viszont azt mondhatjuk, hogy az update az nem, nem hozta ezt azt el, hogy kevesebben lesznek. Hanem csak annyi, hogy gyengébbek amúgy. De, és jó. Viszont ugyanannyi jön. Viszont ugyanannyi jön. Hát figyelj, azt mondom, hogy ahhoz képest mennyien vagyunk, ez reális. Jöjjenek. Figyelj, nem miért tűnni kell... Futás közben tudom ütni a nyuszit. Tényleg? Igen, most már lehet. Végre nem áll meg a karakterem, amikor ütök. Hú, akkor viszont csinálok láncsát, gyerekek. Van a fronton. Hol egy kavics? Hajnalodik. Kiugrom az ágyba. Ja, megint itt van egy, káromkodik. De mozogjál! Mi vannak a rönkök? Ló, beleakadtam! Ne szorokozz, hogy megállt a bokor. Jó van. Én kedvelem őt. Nem, gyerekek, itt kergetek egyet! Megenne engem! Ló, itt jött ki az éjjel. Mondtam, hogy kergetek egyet. Láttad, ki jött a lyukon, hallod? Istenem. Meg is ijedtem basszus, mert rajtam keresztül rongyoltál. Várj, ez hol van most? Nem tudom. Itt mi volt? Meggyújtom a tüzet, azt megijednek. Micsoda? Nagyon gyorsan elhordtuk a fát. Na, skacok, tudjátok, hol kell fát vágni? Itt. Gyere, te pusztul a gyökér. Közel. Na, skacok. Na, gyertek, skacok, várjál, itt nézzük. Már el. Hogy kell lehetni izi, viszont ha öngyújtót? Izi, elbetű? El. Most vágjunk. Na, gyerekek, készüljetek. Vágjunk. Készülj, menekülj. Hol van? Futok. Oh! Basszus! Csat. Azt a mennyi, négy darab! De, és mindegyik felé dönt! Meg a ház felé. Felém is. A ház felé, jó? Nyugi, várjál. Jó, vigyük. Jó, mindegy, most elrakom, most vigyük. Én most nem is kell holder, mert közel van, persze. Ja. Ez jó volt ez a robbantás. Na, látjátok, hát én robbantási szakértő vagyok 20 éve, nem 30. De se azért nem sikerült olyan jó. Ijesztül a gyakorlatban. Hallom, Gagbar. Na basszus, jó megint forestezünk, építgetnünk. Csak sokkal megint, kell csökni. Megint alkotni valamit, nem áll be, mert én ja. Alkottam a WC-t, de... Igen. Le is kellett húzni, ez a baj. Az is hasonló színű volt én. Valami. Igen. Nincs valakinél még bot? De, bot? Itt van egy csokás. Befejezem, mit kell. Hú, gyerekek, már kész van, hát. Még egy ilyen csontárolót csináltam. Ja, aha. Kész. Na, skacok, robbantsunk, mi? Azt mennyitok. Halljátok, ha itt robbantok, ja, a hullákat vigyük akkor be. Lehet, hogy rádul a kerítésre, mi? Koponya tartó nincs.
Robbantsunk itt bent, aha, ez jó lesz. Azt a izi csupa vér vagy, hallod, tiszta vér a vállad. Skacok, gyertek, vajon mert miért? Egyrészt vajon jönnek miért? Is, és igen, másrészt hallom, meg robbantok. Le kellett ülnöm. Robbantsd föl őket fával együtt. Nem. Itt van, itt van. Kacarázom őket. Gyerekek, tudjátok, mi nem robban fel? Először meg kell gyújtani az izével. Persze. Én meggyújtottam. Nem gyújtottad, mert meg kell gyújtani az elvetővel. Figyeld már Breakdance! Hogy ne gyújtottam volna meg? Hát én robbantottam fel a legtöbb fát ott a másik oldalt. Az elsőt én is úgy dobtam el, hogy elfejtettem meggyújtani, mert eddig automata volt, tudod. Automata, igen. Hát nem tudom, én eddig soha nem dobtam, én alapból gondoltam, hogy biztos meg kell gyújtani, és... Gyerekek, nem fog a ház is fölgyulladni, a túl sok hullát rakok ide mellé? Halljátok, tudjátok miért vannak ennyien? Mert itt van a tónak a másik oldalán egy falu. Igen. Na hát... Persze. Hullám dől! Megó. Basszus. Nem a kerítés lett. Na, Izzy, gyere, hordjad. Most én jövök kicsit leülni, mert elfáradtak a csontjaim. Nekem meg kéne valamit lassan kajálni. Nekem is. Való életben is, meg amúgy is. Itt nézi, ahogy itt pakolok. Fölmásznak a fára! Igen. Ja. Persze, eddig is másznak fára. Hát figyelj, a régi Forest részben Huntival azon szorogoztunk, hogy azért kivágtuk alattuk a fát. Azt ők meg ott lebegtek. Ja. Lol. Gyerekek, még amikor ilyen kezdetleges volt a Foresten, én még 86-ba. Mi nem veszem föl a rönköt? Na azért. Ezeket a madarakat is elkinek ezt Skacok, Amondó vagyok, ott vágjunk, ahol... Itt nagyon igen, közel van. Igen, itt. Nincs már nálam piramid, gyerekek, tényleg nincs. Viszont egyet ott eldobtam, ami nem lett meggyújtva, vár, azért visszamegyek. Aha. Szerintem azt föl lehet venni, mert ezt szerintem csak úgy eldobtam. De nálam még van. Itt még van fa, gyerekek. Gyerekek, itt van fa. Tomó, nálam van még. Van. Van dinamitom. Jó, csak gyertek ide, itt is van még fa. Jövök. Itt te hova vagy amúgy? Hozom a cuccot. Ne viccelj már. Nem most látod azt a pici művezető. Valamit, ami... Itt a belelétsz is dolgozzál? Neee. Izabelle. Neee. Jövök. Akkor már baj van. Hol van még? Valaki követ. Itt. Várjál csak, ide dobtam a dinamitot és... Én nem itt dobtam el dinamitot. Itt van. Nem, ez egy stick. Hozom a babakocsit. Hova lett? Elgázoltam. Eltűnt. Nekem viszont kötél. Van egy kis csónak kötéllel van. Hát ez egy kis dalostó, ebből nem lehet inni? Arról adjon meg, nem. Itt van a csónak. Ah, itt a kötél. Tedd már el azt, hoppa, az itt egy gyerekek, ez meg fog ölni. Fel akarom kötni magam. Gyere, Tomó, segítek. Nice. Oké. Okay. Itt is van még két kötél. Hát ott hagytam izéknek a emberünket. Csinálok egy izét, megnézem, hogy ennek a kőbaltának mennyi a blokkja. Ó, ezek jönnek. De tényleg én is. Amúgy tudjátok, hol rontottuk el, hogy ki kell jönni vízzel, hogyha inni akarunk, hogy belülös lehet? Oh, nem, majd hozok még teknős páncélt. Easy. Csak meg kell várni az kőbalta. Első. Kőbalta. Ne szórakozz, hogy lehet bőle inni. Ez komoly? Te tudtál bőle inni? Aha, egy kicsit kölgött. Ja, itt, aha. Ja, de egyébként elég tiszta ez a víz. Gyerekek, lassan csinálni kéne valami gyógyszertárt. Csak beleszarnak a békák, úgyhogy ezért ilyen. Jó, nyami. Jó kis béka szar. Fúj. Nincs így. Na, de kajálok egyet. Galamb fing szag van itt. Hát figyelj, az is kaja volt valamikor, szóval. Hát ez a fresh, akkor ez egy kicsit állott, akkor ezt fogjuk. Úgy vigyázz meg. Kis emisztés előtt. Dül a fa. Gyerekek, berakjuk a kajaszárítót. Ha? Valahova bent. Ahova tetszik. Bentre persze, hát mindegy a... Pécs mellé. Mert most már nálam is van állott ez... hús, és nem ártana most már felszárítani. Ú, ez dől. LOL. Közel volt. Hüveltek ti. Ja, nézted az előző rész, Bence? Amikor rádölt izire a fa? Beletekergetett. Nem. Ja. Rám döntöttél, komolyan. Rádölt izire a fa. Hát ma ott izé kortnyeleskedett, tudod? Nem kortnyeleskedtem. Nem igaz. De most van legalább nincs az, hogy elkezdem vágni a fát, és hirtelen más ez lesz jó. A textúrája, tudod? A vágott fának, mint teljesen egy ilyen átalakulás, ilyen teljes átalakulás, mint nagy bajzéknél. Mi az már? Na. Hernyó meg a pillangó. Elfogyott a csenergiám. Na, ez nem. Jó, mondom, Izzy.
Biztos. Gyűjjék! Nagy benzén, cseljes átalakulást. Bent egy ilyen kis izé. Bent lesz a faluban a helyi Kmartnak az eladója. Ne? Hát mert az izé nem, hogy ilyen kis izé karakterre. Te káva vagy? De hát ilyen félfekvő. Nem, mindenki ugyanúgy, nem mindenki ugyanúgy néz ki. Na, gyerekek, vágjuk ki ezeket a fákat. Nem, nálam Bence ilyen kis bajszos indiai. Ti meg nálam, de mi mindenki ugyanaz, nem? Nem, nálam ti alapkarakterrel vagytok. És mi az alapkarakter? Mi a franc, gyerekek, hát szétesett a... Ja, fehér, tényleg. Szétesett köveire a, hogy hívják, a tűz. Figyeljétek, már is kör alakban. Azt mondom, hogy most már szétesett a tűz mindig. Már ha jól néz ki akkor is. Lol, beakadt a fára. A tavat az igazán bevehettük volna a tűzba. Megijedtem. Ezt láttad? Hát, ha elfordul fel, láttam. Gyerekek, ne vegyünk bele a tavat is. Tavat azt is csináltam. Egy kis részét. De bele kéne az egészet, nem? De egy elég tudunk inni. Hája. Úgy ezt mondtam az előbb, hogy ez így hogy lesz, hogy nem? Ez ilyen tóparti ház lehetne. Csak azért, mert még éppen nem építettük meg. Hát figyelj, nem mondom. Ne. Jó az, okay, jó az. Úgyis lesz teknős cucc, úgyis abból fogunk inni. Ott van egy rohadt nagy tó... Menjek el teknős páncélért? Ezeket a teknős páncélokat. Megint majdnem rátöltök a basszusba. Istenem, gyerekek. Én kísértem a sorsomat itt. Nagyon. Látom. Na, de ezért nem kell most, figyelj, gyere ki, vágjuk a fát, hordjuk, hogy legyen kész a kerítés. De mosómaci! Mert már sötétedik. Na, gyere ez, jaja. Most mindenki fát, mennyit hordja. Kell ezt szétütni egy ilyenre? Mikor jöttök megnézni a házamat? Azt a darabot szétütöttem. Elmegy, és nem hoz haza mosómaci. Nem hoz, elkezd dolgozni, figyelj, és utána sumákul, így eltekereg, mi most is ott van benne, nem hoz. Ezt másodszorra csináltam. Egy fát nem vágott még ki amúgy. Igen. Ja, bocs. Na, Izzy, gyere ide, légy szíves, mert bevonva. Valami furcsa volt üzét. A... Hadd, Izzy, nem kapsz fizetést. Te mert miért eddig kaptam? Állj, eddig járt volna a fizetés? Meg külböcsináltad a fával, az kész. Eddig járt volna, és micsoda, mi szóltál? Járt volna, járt volna, de mert nem csináltál semmit az idén. Ez egy főlegmosó, Maci, amit nem fizetsz, nem csinálsz. Lassú, de viszont a blokkja az max az évet. Az kemény. Na, megtámadnak, akkor én tudok tankolni. Hát ezt így kivel, ez pont jó lesz. Nem kéne valami fényt is csinálni be? Nem. Hát most nem, Izzy, most fát vágunk. Öcsém, mindig máshol jár minden az eszem. Mindent kitalál, minden. Csak hogy ne kelljen fát vágni. Na, Izzy, dolgozzál meg tényleg, most már legközelebb részben. Rádőlök, azt hittem. Elbújtam a sziklamat. Legközelebbi részben, nem leszel meghívva. Tomó, mit szólnál, ha gyújtanék egy kis dinamitot? Nem. Na, hát, itt van ott, ahol több fa van. Ha utána elhordod az összes fát, akkor... Akkor igen. Előbb vágjál fát, utána gyújtasz innen, amit ott tudod. Igen. Hát akkor késő gyerekek, félreugrani. De miért ott vágsz, amikor ide kéne a fa, tehát itt kéne vágni? Jó, de ott volt 4-1-ben. Nem áll nálam, egy se volt, hogy kiesett. De most egy összedőlt. Kettő. Három. Na jó, gyerekek, hordjátok én be, meg kicsit kérni. Kajál. Nekem is. Jó, nekem is. Hát ha már itt vagyunk, akkor semmi. Én is éhes vagyok. Nem. Miért? Nem. Izzy nem éhes. Miért nem ehettek? Azért, mert nem dolgozom. Nem, igen. De én dolgozom. Komolyan mondom, Izzy ebben a játékban, komolyan mondom, hát nem is tudom megmondani, hogy mi. Milyen ilyen igazi léhűtő. Ilyen semmire kellő kis. Jaja. De ne! Semmire. De érted, minek szenvedjek? Itt egy bokor. Minek szenvedjek, ha úgyis mindent felépítetek nélkülem is, hoppá. Tol. Jó, én iszok egy ilyen csenergétalt. Ennyi, el is vittük. Vagy hátrébb volt. Nem, most csak kéne tűz. Gyújtsuk meg. Nekem kéne, amit meg tudnék sütni a tűzön, tehát... Raktam a rekre egy kis usit. Még nem szárad meg szerintem. Te mit van, gyík? Amúgy a gyíkom. Jó, van, még nálam annyira nem vészes, még kibírom egyébként egy kicsit. Azt mondja, ott a gyíkodat, tartsnál meg nekem. Egyébként az a durva, hogy mennyit építettek ezt a kerítést, azt így nézem belülről, nem is a nagy ez a terület, amit körbe kerítettünk, tehát... Yeah. És az a durva, hogy... Hát de mondjuk az a baj, ennél nagyobbat meg már ennyi idő, tehát nem... Ne erről szóljon a videó. Na, megeszem, az go. Egyet bedöntek. Gyerekek, olyan sötét van már, mint az atom. Hát igen. Még itt egyedül vágd be, sem itt a fáján. Jövök. Én is vágok, csak én a másik. De itt vágjátok, itt. Ahol lábel, azaz. Úgy, arra, persze, így. Persze, a láb. Ne arra dőj!
Hát elvileg amerre állsz, arra dől. Amerre nézel. De nem mindig az a baj. De. Mindig, ez pont jó, hát lehet, hogy kicsit oldalra elmegy, lehet kicsit oldalra, de... Olyan szépen bedőlt irányba, hogy beszeres. Meg itt majd a benti, bent a rönköket, mert csak... Hát igen, nem pontosan, de... Az a baj, hogy nem látok szart se. Most is itt keringek valamerre. Hát ez így üdv a való világba. Valaki tartotta nekem egy kis fényt. Ha már nem építhetek semmit. Csak kacok itt. Kivágtam a... Itt hagyom nekik. Majd buzerálják őt. Kivágtam a fát, és itt... Hol van a többi rönk? Beesett a víz, vagy nem tudom. Este van, nem látunk szart se. Na, gyere, ízi, vágjuk csak a... Ez egy ilyen Petőfi Sándor vers volt, nem? Igen. Gepa itt erőlködik, azt hittem, jött valaki. Anyám tyúkja, mi? Tessé már szét. Így van. Hajrá, Gepa! Hajrá, Gepa! Este van, nem látunk szart se. Ez ilyen izim tyúkja volt, vagy? Igen. Még ti vágjátok a fát. Bocs, valaki belőzöttem. Addig én raktatok egy kis fény. Azért, mert nem dolgozik. Az az üsset csak. Gyerünk Tomó, üssed. Én vagyok a pompom lány. Te dolgozol, én meg. Szurkolok. Komolyan mondom, esküszöm, ha egy galamb lenne a negyedik ember, még az is többet csinálna. Az biztos, az legalább köpköd. Lol, ez bedőlt, halld el, bent van egy fadarab. Ez bedőlt. Hajrá Tomó. Absz, kialudt a cucc. Aha. Jó, csak újra. Na jó, ajtó, Bence. Az... ugye. Csak De kettő értelmes szó. Hajrá, Tomó! Üssed! Na, Izzi, gyere, vágjad már, fú! Most fényt akarsz, vagy vágjak? Ó, azt jól lenne, ha kivágnád el be, ez tökéletes. Azon vagyok. Aha, sikerült. De megint nem, Izzi, te tartsd a fényt, és ha jönnek, akkor üsd le őket. Hát erre gondoltam én is. Eltűnt. Ne! Holdőr, ja. Holdőr. Az valami holderszerűség angolosan, vagy mi? Hol van a másik? Hol nem. Oké, itt röhögnek. Ez lesz az ajtó. Látom. Jó, ez lesz az ajtónk a csapda? Aha. Nézzétek, tankolom. És itt mellette? Hol megyünk ki? Vissétek ezt nagyon? Melyiket? Mert ez olyan csapda. De, majd meglátom. Mellette nem tudnak bejönni? Vagy majd rakunk fényt oda? Jó, csak az a baj, hogy egy bejön, akkor utána jön a következő. Nem, mert... Ha bent leszünk, akkor felcsapódik a csapda, és nem tudnak bejönni. Ja, ez egy ilyen mobil ajtó? Na, hát Bence, itt már olyan praktikákat mutatnak, hogy már a praktikerbe hónap főveszik vezérigazgatónak. IKEA, rakja össze a széket és üljön le. De hol vagy, kérdez meg, látom, hogy hallom, hogy sikolt az old, de... Morog mögöttem. Izzi, tedd a dolgod. Hát azt csinálom. Semmit tetsz. Lunáris prizma, tedd a dolgot. Új, itt valami dől. Ábel, fogtam egy hullát. De szépen dől. És micsoda döntés. Hát Ábel meghozott egy döntést. Jó, jó döntés. Jó döntés. Mi kellett ebbe az ébe? Istenem. Gyerekek, nem bírom elővenni a... Nem bírom elővenni a könyvet, na azért. Hoppá, gyerekek, mi húzok innen, ott van. Ló, egymást ütik. Ez nagyon tankolom. Gyerekek. Visítek, tankolom. Én is tankolom, 95-ös. Hátba vertek. Engem megszesed. Végre esik az eső, gyerekek. Halljátok? Négyen. Most nagyon betámasztottunk. Milyen hangja van, jaj. Menjetek föl, ha ne elszenvedjetek. Nem. Nem engedi fölvenni a hullát, még raknám rá a tűzre. De miért? Üssük már le őket, Bence. Jó, én tankolok. Mert ez olyan lassú, hogy ezzel nem merek ütni. Viszont nekem nem sebeznek, mert... Izzi, gyere, üsd őket, mert az a baj, nekem nincs HP-m, tudod. Hát várj egy kicsit, nekem is már csak felém van. Gyertek, itt vannak az ajtóban. Igen, csak nézd? Bence tankol 3-at. Visítek. Én is, engem is. Ajaj. Valaki föl tud kapni? Mindjárt. Izzi, az égesedik. Halomra. Add, Izzi. Hoppá! Lement a HP-m. Nulla majdnem. Mindjárt felszedek valakit. Én még ráérek. Várj, ilyen beszek egy gyógyszert, az utolsó gyógyszeret. Már becsapom, hova vagy? Itt az ajtóban. Köszönöm szépen, kedves seggedet, de ez mindjárt megint leüt. Ez mindjárt megint leüt. Majd fuss már föl egyből át. Köszönöm. Oké. Én fölkötöttem. A tököljél már meg, ilyen picsa. De már megint elaludt ez a szar. Kettőt sújtok és elalszik.
kéne, az a baj, nincs. Hú, nincs nálam stick. Aha, az a baj, nekem sincs már. A Marigold, és mi kell? Marigold, mert... És aloe vera. Ez az, az pont van nincs. Nálam. Nekem van, csak nincs időm lekraftolni, mert bugi van odalent. Nálam is van egy csomó. Ott van ezért világ... Oh, egymásra támadnak, ez az! Figyeld már! Leverte a csaj a csávót. Figyeld, ott fekszik a földön, jajaja. Én már nem tűzzel ütöm, de azért ütöm a csajt. Jó, én fölgyógyítottam magam, hála az égnek. Van két, akkor valaki itt beblokkol. Szép fog menni a tűzünk. Az a baj. Szép, megint a tűzünk. Leütött. Megint leütött. Viszont nekem meg is szerem, Tomi, úgyhogy. Ajaj, vigyáznom kell. Megyek, Tomó. Meghaltam. Két napot éltem túl. Ne, meghaltam. Fel tudtam volna szedni, ez meghaltam, gyerekek, meghaltam. Én is fel tudtam volna szedni, ez a biztos. Meghaltam. Megszorult egy ide a szárítónk alá, nézzétek. Most kacok, az a lényeg, hogy most meghalt. Egyébként ilyen még nem volt a Forest történelemben, hogy Kimzon elhullott volna. Na de nópara, hát nem baj, hát folytatjuk innen. Olyan sok cuccom úgyse volt. Szóval igazából. Igen? Nézem itt, hogy miket lehetne. Nem akarod esetleg összerakni? Hát ez milyen szar? Nem a csomptokat akarom dobálni. Na nézzük, hát amíg van itt valami. Ha nincs, akkor megyünk szerintem. Ja, de viszont volt nálam egy csomó csoki. A karakterem éhes. Nem baj. Egyél embert. Azt kéne. Egyen kutyát. Több is veszed üdét Kovácsra. Frissi. Egyébként Bence, milyen messze van? Itt van a buzogány, megyetek fel? Hol? Nekem már van egy itt a kapuban. Betvelnél, akkor nem tud megsebezni. Tényleg itt van. Nem tudom, kéne valami cheat, hogy örök futás vagy. Ó, itt van aloe vera. Igen. Buzogány, nem látok. Gyerekek, dobáljuk a hullákat a tűzre. Igen. Ó, itt van Marigold. Oké, lesz izém. Meg kéne csinálni a bejáratot. Itt is van Marigold. Csinálom. Itt rohadt sok van ugye a házunkon belül Marigold. Rengeteg van. Aha. Nektek nincs? Nekem kinek, nem Marigold van, hanem aloe vera meg az a lila. Nem, az a piros pól van rengeteg. Na, én jövök viszont, mint a cunami, mert... Aztán most már van vízünk, gyerekek. Van kötél. Van. Na, ja, tényleg. Ugye esett az eső. Ú, itt is vagyok, gyerekek. Hát ez nem is... Nyam. Nincs is messze. Ja. Viszont hozni kéne még teknős páncélt. Fejezzük be gyorsan a kerítést. Jajajajajaj. Fejezzük be a kerítést, nem a teknős páncél, kerítés. Üdi, koncentrálj! Koncentrálj! De nem kerítés. Megy! De nem megöltek megy. Gyerekek, hát ezt nem hiszem el. Ez most bosszút kívánom úgy. Elmegyünk és kiírtjuk a falujukat. Ahogy egyértelmű. Na itt a hullám, nem, nincs itt a hullám. Nem lehet csak... megcsinálni valahogy egyszerűbben ezeket a... De itt van! Gyerekek! Itt van, halljátok! De, tudjátok, itt van minden, gyerekek, megmaradt minden, ennyi. Ott jaj, volt egy hátizsák, itt egy fölvettem egy és kész. Lépcső alatt, gyertek. Ennyi. Akinek itt van, kell. Itt van valahol egy... GG. Na, itt rohangál. Gyertek! Menjünk ki. Anyek, rám dőlt a fa! Ezt nem hiszem el, a saját fám rám dőlt. Elkezdtem futni ez elől a nyomorult jó, elő. Jó, ütöm ezt a csajt, jó? Oké. Ennyi, felszettelek. Köszi. Csinálok gyors ilyen... Milyen hangja van a csajnak? Mint valami mézé, Naruto filmből. Ja, meg volt. Tágény. Na. Egyébként halljátok, ott volt a hátitáska, fölvettem és benne van minden, úgyhogy GG. Ez tök jó, hogy most rá vissza lehet venni, mert nem idegszem volt erre, minden elveszett. Nem is vagyunk messze egyébként. Egyébként itt oldalt kiírta, hogy mennyi mindent fölvettem és a képernyő felét eltakarta, szóval mindent vissza lehetett venni. Tehát még a szaros gatyámat is, ami rajtam volt, amikor meghaltam. Ja, hát az a legfontosabb amúgy. Szaros gatyád nélkül nem lenne személyisége, tudod? Hát egyé, persze. És kacok, itt ezt be kéne építeni, most csak én építkezek? Izi, azt meg én ott a tűzkörül bejár, mint a busó. Én az előbb azért haltam meg, mert fázták. Nem busó, járás. Izzy, azt komolyan mondom, hogy mindig úgy csinál, mint hogyha csinál valamit, és közben semmit nem csinál. Megjelentem a tűz körül, körbe táncolja, ezt kivágom. Franzba lebuktam, gyerekek. Árja, arra vannak tomoljék akkor. Gyere meg, arra kivágom. Károly, azt már én vágom. Jó, akkor látom. Érted, egyszer csinálnék valamit, akkor is elfoglalják a fámat. Hallod, Izzy, hallottad, mit mondott a Bence? Mit? Nem. Mondd még egyszer. Csontokból tudod egy jó kis cellát építeni. Úgy.
De nem, én itt voltam, hogy fát akarok építeni, vagy mi az vágni, hallod, erre mit csinálom, a szájába beletömni egy mosóma, hallod, a szájába beletömni egy mosómaci fejet, ne félj, hadd lenned igazi büntetés. De cuki, cuki a mosómaci. És izé. Mosómaci fejet mosómaci a tennénk az óra előtt. Igen, igen. Nem. Zabálnánk a mosómaci. Nem. De. Egyből miért tudsz. Találok egyet, úgy lecsapom és megeszem. Nem. Na, nem fel. Na, skacok, itt még oldalt, skacok, itt még oldalt lyukas. Na, itt van, itt van, izé. Itt van Freddy béni, hallod? Itt egy fej. Hey? Halló? Kaja! Bement, bement. Bement. Kaja. Hol vagy, te hülye? Sükszét. Szeretném csak. Legalább használat is láss. Ne. Ennyi. Na, akkor már nem gyújtom meg. Tudod, ez a visszük a hullákat, visszük a hallottakat. Igen. Tehát én még élek, jó? Azt nem rég nézni meg. Maradjam a csöndben, igen. Kell még, kell még. Hát jó, de. Kitejtsd, hogy ugye. Két kezem van. Hozzatok nekünk egy rekettyést. Igen, igen. Hozzatok egy rekettyést. 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 Lovagok, akik azt mondják ni. És ne ezt remélem kétszer hallottátok. Csodás volt. Izzy már megint nem csinál semmit, csak ez bedumál. Hát nem igaz. Izzy csinál, hallott, esküszöm. Nem vízből, következő részben Izzy nem jön. De nem, tudom, hogy nem bírjátok ki nélkülem. De hogy nem? Hát. Nem. Sok én vagyok itt a világító égitest. Nem. Izzy visszahúzza a társaságot, úgy érzem. Tudod, így énekelnénk, mint a törpök, hogy hej-hó, hej-hó, Izzy nélkül, de jó. Hallod, mennék a kis csákányunkkal, a hátunkon, kis Izzy. Mennék, hogy jaj, de szép az élet. Mondjuk jaj. Este kicsit durva lenne, amikor a hármas voltam, mindegy. Hát nem igazából baj, az itt létem rendes célját nem fogjuk elmondani a 18 éven alul nézőink miatt, mi? Nem, egyébként sütés miatt van itt Izzy azért. Én gondoskodom a kajáról elméletileg. Őt sütjük meg. De hát még arra se gondoskodtál. Dehogy nem, itt van. Kell még egy fa. Itt a kaja. Kell még egy fa. Ja, kell akkor még egy fa. Akkor most még életben maradhatsz. Az mi volt? Ja, én csináltam egy kis fényt bent, mert már olyan sötét ja. volt. És hogy... annak volt ilyen hangja? Igen. Ó, szegény madárka. Kéne még egy fa. Három kell. Na, akkor vágjatok egyet, jó? Ezt meg lehúzom. Na. Mit a nadrágot? Hol van itt közel? Elkezdtem reménykedni pedig. Jó. Hoppá! 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 Nagyon hangos a játék néha. Lejjebb veszem. Oh-oh. Itt van, dől. Dül. Abebum! Na. Új, tebe van víz. Nice. Minket meg tud csapni a csapda? Nem. Akkor jó. Ide, ezt tegyük. Ó, kész is. Ja, be vagyok zárva. Nagyon jó lett. Csak kimenni nehéz. Nagyon jó lett. Hát úgy kell, hogy ezt lenyomod is. Király lett gyerekek, nagyon jó. Ezt tetszik ez a bejárati ajtó. Azt a mindegy, kész a kerítés gyerekek. És akkor lehet tenni gyógyszertartót. Hú, csak mi lesz cuki, akkor majd rohanunk be mindannyian egyszerre a csapdába. Aztán egymást fogjuk fönnakasztani. Igen, az lesz a szar csak. Sziasztok. Nem, majd újdonság gyerekek, hát újdonság varázsa. Kéne, akinek van fajnja, járja már körbe, lépzi a falat, mert egy csomó helyen meg kell jövődni. Megyek. Éj, nincs bent véletlenül egy fa, nem hagytunk egy élő fát bent? Aha. Nope. Francba, pedig akkor raktam volna rá ilyen fagyűjtőt. Meg a tuskókat ki lehetne vágni, mert nem... Azt csinálom. Itt bent? Én is az. Jó, én nézem a falat, Egyébként lehet inni szerintem. Aha, itt van. Tudod, mindenki, én vágom a tuskókat, én nézem a falat, Izzy. Mi van, levágtam róla egy kicsit. Mi most tüntettem el egy ilyen cuccot, hagyjál már. Én kivágom. LOL! Miért? Megnő az izé. Na jó, majd. Valaki itt rögyök. Valamit korog. Felfogja. Nem akad fel, csak most fog fölakadni. Ne üssed már, Marietta. Ah, de hogy megütötte a kerítést a nyomaik? Nem baj, csak kőjön már. Nagyon ütik a kerítés, basszus. Imádom, amikor megnő a tönk. Hopp. De eddig nem barmolták itt tét a kerítést a hülyék. Ú, mennyi gyógyszerem van gyerekek. Itt is meg ilyen marik. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Gyere. LOL. Az ne. Ábe, hogy élvezi. Nagyon jó. De tényleg jó lett, Bence. Ez jó. Jó kis ötlet volt szerintem. Hozom a csontot.
Korlátot. Már 20 000-et belőttem ebbe. De ott nincs, ott nincsen rönk, azért nem tudod, Bence. Nálam ha, nálam rönk. Itt van, nálam nincs, nem, azért nem tudod. Nálam nincsen. Nem mondjam, hol van még nálam rönk? Is nálam is ott van, Bence üti. De azért nem tudod kiütni, mert nálam nincs ott. És én vagyok a szerver gazda. Te vagy a valaki? Aha. Ő itt a valaki. Hát akkor... Ezt miből lehet? Ezt nincs. Holnap reggelig itt ütögetek. Nem, azt szerintem, hogyha lehet újra betöltjük, akkor lehet, hogy... Ról ilyen levelek lesz. Gyerekek, a lányzsát miből lehet összepakolni? Vagy kell hozzá egy lányzsa? Ő nincs. Hagyjad már. Szinkronizációs problémák. Ló, itt ez a tauntolós cucc, de jó. Tomo itt van. Itt az a... Amit elkezdtem ütni? Nincs. Ez jó. Várj, van már nálam ilyen vödör. Ú, mennyi csont gyerekek, ezeket szedjük aztán. De várj most a csonttartóból, akkor tényleg lesz a kukerítés? Hát tudom csinálni, akárhova. Vigyük, annyi csontunk van. Annyi csont gyerekek, azt a betyár mindenit. Nemes egyszerűséggel ki tudjuk világítani még az egész környéket is koponya lámpákkal. Helyes. Most már tényleg lehet lenni lámpák. Hát figyelj, Skaci, a következő részben szerintem a belső teret fogjuk, a dizájnt, a lakást. Lehet, hogy még egy házat ide a sarokba. Skaci, mit szeretek, lenne még egy ház itt a sarokba. És akkor összekötnénk azzal. Figyelj, két ház elég, de nem kétet szerintem. Vagy figyelj, oda egy ház, és ide ebbe a sarokba is egy ház. És akkor három darab ház lenne. És összekötnénk. Jó, csak pont rárakjuk a gyógynövényekre. Elég, mert én egyet. Én nekem ízivel elég messze van, nézd. Ó, összeköltözünk? De várjál, van egy kisebb ház is, nem? Hogy ez a legkisebb ház? Nem tudom. Az a baj, ehhez rengeteg fa kell, megnézzétek, tehát itt, hogy a, főleg, hogy a magasban legyen, ott, figyelj, megnézem a fákat, itt ezeket mind ki kell írtani. Ja. Nem, mintha eddig bármiféle akadályt jelentett volna ezt, aki kell írtani hát jó, egy ilyen hát meg mást úgy sem nagyon tudunk csinálni. Ó, kék madár. Hogy építkezünk. Mindig elfelejtem el tenni. Kéne gyógyszert adni, mert van egy csomó ilyen belt, és azt ti használhatnál. De jó neked. Detto. Hova rakjuk a gyógyszert? Én szerintem fönt a házban, nem? Vagy lentre. Mert. Mindegy. Megyek, megmosom magam már. Legyen már innen. Ja, menjél nyugodtan. Én is jövök szerintem. Hoppá. Vagy nem. Ló, át tudtam ott a jumpolni, vágod? Mi át tudunk jumpolni? Kéne ehhez viszont log. Jó, áll bele itt mellúszázom, majd adottak az olimpiai csúcsot. Hagyj itt nyugod... az ajtót. Kihagytuk a lockholdert. Ja, tudjátok mi a ciki? Na? Lockholdert nem lehet bevinni, tudom. Aha. Ja, de tényleg. Hát most ott előtte érted. Bajodan hiszem a házat. Ja, azokat úgyse viszik a ban szülöttek egyébként. Itt van a gyerekek. Van két fa. Ez ki hagyta itt kinn azért. Jó, ezt még én raktam ide ellen. Súlyos pénzek. Meg megszólaljatok. Túl olcsó poén lenne. De nem. Nem? Nem, Bence, tudod? Ezt a fát melyik viharta kint? Ja, ez én voltam. Meg ne szólaljatok. Túl olcsó poén. Na, hova kell, Bence? Mi kell? Ja, bentre? Bentre, jaha. Igen, csak azt nem értem, hogy kivágok egy fát, és csak két logó van belőle. Igen, igen, nekem is. Eltűnik a másik kettő. Igen. Elszublimál, nem tudom. Ezt tönkre kéne, és tudom, gyógyszert adni. Jó, kettő van. Egyébként, már csak kettő kell. Nem, még kettő. Hát ez lesz, meg mi volt, darab, hogy flere is. Egyébként, Bence, most már nálam is van gyógyszer, 4 darab, szóval... Elem. Annyira nem fontos. Figyelj, van egy csomó energiatalom, csokim, koponyám. Hozok gyógyszert, ha lesz a dobozokban. Ah, van is. Arra? Hogy van ez? Maricsui kéne nekem. Itt van kint egy bohóc. Maricsui? Hát, bocsika. De kell a páncélod, meg bohóc. A húsi. Mindegy. Kéne hús. Ó, szegénykém. Fúj. Miért kell a fejét fölrakni a falra? Ne. Mi nem bírom felvenni? Én fel tudom. Sziasztok. Ne, én meg akartam menni. Visszem elégetni. Szereztem meg a barátot. Ja, itt van a ilyen lábak, meg ilyen. Én ezek embert. Jó, itt vagyat. Hogy nincs mit enni már megint. Van egy kis döglött szápa is. Ez mekkora ötlet, hogy el lehet égetni a hullákat. De nagyon jó. Jó. Mondom, a csontkerítés miatt csináltam. Meg nagyon bajosan szedném ezt szedni. Hát igen. Azért ugye a lábakat kisütni, stb. Ugye bepárcolni, giroszos pácoltam. Most éppen izé csinálok. Nézd meg, most megint kidő. Megint egy már eltűnt. Itt van még egy. Hát ez bug, gyerekek, nem is kicsi.
kettő esik ki belőle. Mi ez a nagy szélét? Hát hihetetlen. Az elején jó volt. Hát is lehet ugrani a csapdát, hé, és valami csapdát. Ó, de igen, hallod, lehet. Én is átugrom mindig. Jól lakik még mindig az ember hústól. Lehet lábad zabálni. Na, akkor jó. Lábad zabálni. Lábad. Király. Hát jó. Istenem, hogy lábad zabálni, érted? Ha megettem. Én nem finnyáskodok, Jason. Finom volt. Ezekért. Ó, hogy jött itt van a kis gyógyszerecske, jó van. Gyógyszerecske kecske. Na. Világítás kéne. Jó, hogy a skocok, gyertek menteni. Igen. Ja, pillanat, csinálok még egy olyan vizes. Még ide játszunk. Egy óra mindjárt. Tényleg? Ah, 55 percnél tartunk. Akkor mentek. Nem mentek. Ott kitoltam. Akkor nem. Hát akkor nem. Várjatok, ezt még megépítem, miatt lementjük. Ölni akarom. Kéne rongyítsd nekem. Hol vagy? Tudja, hogy elmentem mellette. Na. Hallom, hogy lapozza a könyvet. Tényleg lehet hallani? Aha. Én talán csak... Tépett szét azt a rohadt könyvet már. Hát egy kicsit elrébb. Ezzel a tárcával mit lehet csinálni? Ezt ti vágjátok? Itt egy laptop. Melyek menteni? Tárca, nem tudom. Aha, nem tudom, ez. Még nem tudtam rájönni, hogy mire jó. Nézd csak. Ábre. Ezzel mit lehet csinálni? Nem tudom. Várj, tudok neked adni valamit. Állj. Tudok neked valamit. Tudsz kaját rakni bele, ne idegesíts. Vagy volt benne neked valami? Semmi. Lehet adni a másiknak. Kéregetek, itt tartom itt a tálat. Nem, én volt rajta egy ilyen betű, rányomtam, és olyan volt, mintha elvett volna belőle valamit. Szerintem lehet, hogy tudsz bele tenni valamit, nem? Lehet, próbálnál meg valamit. És akkor meg lehet. Van nálad... Így átmehetsz ilyen kis pincérbe meg. Vegyél már elő egy nyúlat, hallod, Léci? Vagy valami ilyesmi? Semmi nincs nálam, hallott kaja. Nézd már, én is itt egy elvetű. Várjál, gyere. Muti? Várjál. Mit adtam neked? Nézd csak. Ó, mi volt ez már megint? Várjál, hagyjad. Nem tudom, rányomtam az elvetőre. Várjál, nem kell semmi. Lábad. De figyeljétek már. Kéregetek a lábad. Tomi, van nálad hús? Gyerekek, nézzétek csak, kér... Ne! Lehet ütögetni a lábbal. Kérsz egy kis bogyót? Ja, azt lehet rá. Hogy raktad rá? Csak összekraftoltam. De lehet helyezgetni is, mert többféle dolgot is rá tudsz rakni, nem csak bogyókat. Várjál, nem tudok venni tőle. Nem lehet ott róla megenni, csak ott az ebben. Van egy ötlet, ami még nem működik. Kis kéregetős koldulós tálcait. Hogyha. Várjál. És akkor már nem ízik. Nem a húsevőket fog menekülni, hanem a kéreget. Hagyjál! Ők fognak menekülni tőlük. Adjatok. Hogy ott kérek. Várjál. Mit rakjak még rá? Húsi most nincs. Na mindegy. Akkor így. Fominak kéne, de nem tudom. Gyerekek! És így? Nincs, átmegyek kéregetősbe. Ugye valamit? Hagyjál! Várjál! Vadászunk már egy kicsit. Csoki! Nem tudtam elvenni. Várjál! Nem lehet elvenni, mert de adni! Igen, nem. Ó, olyan poén lenne, pedig rányomsz a másikére azt, akkor lehetne cserélni. Ja. Hát szerintem az a célja egyébként majd, hogy lehessen majd cserélgetni. Mennyi csont? Jó, ez a tálca, ez nem lesz rossz. Azt akkor. Egy kicsit már csont megítést. Nálam már megint van csont. Hé, tudod, látszát tudod, itt ezt, ahogy, amit akartál állni. Mit? Micsoda? Igen, próbáljuk, csak kipróbáljuk. Várjatok, én felmegyek menteni. Egy pillanat, a gyorsan fogakból csinálok. Mit? Kiegészítést a... Tomó! Itt vagy? Tomó az bealudt. Elaludt. Na mindegy. Jaj, majdnem az ét nyomtam. Na. Lehet, hogy hívták szegényt. Lehet, hogy telefon. Ja. Uhú. Na, mi kéne még? Jaj, az a, hogy hívják kéne? Meddig tartó. Ez miért ilyen? Nálatok van itt varönk? Nálam van. Tobónál nincs. Azért nem ütöttük ki. Pedig olyan jó, mint a láncszűrészt szednéd, úgy szórja a backot. Ja. Kár, hogy nem hagytunk ide bent egy fát se. Mert?
mert gyantatartót rá lehetett volna rakni. Itt vagyok. Hát lehet. Elnézést. Na akkor indítom újra a felvételt. Jó ízét, nem tudom, nálad még megye. Ó, nálam még megy, nyugodtan. Jó, akkor... Meg van engedve. Csak ki kell fújnom magam. De most miért raksz ide egy... Bele ne essünk. Úristen, Gepo, belefújnom. Itt van egy fa a vízbe, ha gondolod. Úr is indítottam. Ja, most kacok itt, bocsú, de el kellett mennem. Na, ez mi itt, a kis keverítés? Meg kéne majd oldani, hogy... Ki akarom próbálni? Aha. Gepa, ki kéne azt próbálni, hogy erre is ráépítünk valamit erre a kis vacakra itt kint. Mire? Muti? Erre az egy száfára. Hát jó, építünk. Meg kéne hát valamit majd. Össze kéne kötni a házzal, azt így át tudnánk figyelj, nem, de először bent legyen szerintem kész a ház majd. Ne. Tán, majd utána. Mindegy, erre rakunk egy gyantatartót. Ez az a kis kerítés? Hát. Azt a mennyiféle tartó van egy ónak? Rengeteg, jaja, ilyen. Marosok. Hozzak én is, hogy a másokat megépíjük. Ennél messze nem lehetne a fától esetleg. Ennyi, megvan. De jó, ez tök rossz nem. Na nem rossz, ja. Egy kis ivó cucc vagy. Ja, itt lehet inni tényleg, de jó. Azért, igen, na, ennyit kérik a kincsába. Ez teljesen jó, gyerekek, ez teljesen jó. Na jó, van, skacok, ennyi lett volna az újabb Forest barátok közt rész. Aha. Köszönöm a többieknek, hogy itt voltak. Jövő héten találkozunk, ahol kicsit ilyen csinosítgatásokkal lehet elkezdjük még egy házat építeni. Vagy valamelyik sorokba, aztán meglátjuk, hogy... Hát itt még gyerekek rengeteg munka van, szóval ilyenkor. Jó pár részig elég lesz ez a mentés. Na, köszönöm a többieknek, hogy itt voltak. Reméljük, hogy tetszett ez az újabb rész. Jövő héten újra jövünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.